vagyok, a tanárképző főiskolán tanítok már elég régóta. Magam is képzőművész vagyok. Ma azért jöttünk össze ezen a kiállításon, hogy Koletné Sipos Edit hát új munkáit megtekintjük. Nem igazán egy művészeti író vagyok, aki hát hosszas, szép beszédet tudna mondani, hanem tulajdonképpen az én kötődéseimet tudnám elmondani, hogy honnan és mit ismered ezekből a képekből. Három dologról szerettem volna beszélni, de legrégebb óta mondjuk a szürrealizmus, amikkel találkoztam, vagy ismerem már általános iskolás korom óta. Következő a főiskolás éveimben hát indult igazából Müller Péternek a karriere, az egykori URH hát, együttessel, majd a Kontroll csoportban folytatódott. Hát nagyjából ekkor voltam én főiskolás fiatal, akivel lázadó underground fiatal. Utoljára a három dologból Edo maradt. Őt ismertem meg legkésőbb. Nagyon érdekes volt már az első találkozásunk is. Őt a gimnáziumi évei után, vagy szakközépiskolai évei után felvettük a tanszékre. Jelentkezett hozzánk, aztán mégse iratkozott. Egy másik hát intézménybe ment tanulni, aztán eljött. Hosszú évekkel később hát találkoztunk újra, meg se ismertem, nem is úgy hívták. Tehát egy kicsit így új embernek tűnt, kőkeményen dolgozott, közben hát érdekelte a művészet. Sokat beszélgettünk róla, megmutatta, miket csinál, fantáziát láttam a dolgaiba, láttam, hogy tehetséges. Megpróbáltam rábeszélni, hogy jöjjön, tanuljon nálunk, hát végül is sikerült is. Így került hát ő a tanárképző főiskolának a rajztan székére, amelyet hát elég sikeresen befejezett. Emlékszem egy korai beszélgetésünkre, hogy hát fognak neki tetszeni majd a modern dolgok is, hát ő ezt egy kicsit kétségesen fogadta. Hát mondtam, hogy majd a non-figuratív képekkel is megbarátkozik. Hát valóban így is történt, diploma munkája, ami elég sikeres lett, ilyen non-figuratív képekből állt. Most úgy látom, visszatér a figurális dolgokhoz, végül is nagyon sokszor az ember azért fest, hogy szóljon az emberekhez. Így aztán magát az embert veszi elő, mint figurát, hogy hát témájává váljon ki. Egészen jól csinálja ezt is, tehát látszik rajta, hogy sokat foglalkozott vele. A következő, hát a Sziámival az első ismeretség, mondom, ez a Kontroll csoport, hallgattuk, hogy ó, micsoda merészek, bátrak, vadak. Sokat hallgatva rájöttünk, hogy azért birtosok közhelyes dolog van benne. Ezt maga a Sziám is vallotta az egyik hát ilyen interjújában, amit a HVG-nek adott, illetve volt egy másik kijelentése, hogy a művészet tulajdonképpen arra való, hogy gyógyítsa az embereket. Egy terápia jellegű dolog. Hát akkoriban még nagyon is, hogy is mondjam, polgárpukkasztó formabontó szövegeiből volt ismert. Most így utólag olvasva, hát már nem is annyira, hogy is mondjam, merész, vagy már megszoktuk mi magunk is. Közben volt persze egy rendszerváltás, ami hát sok dologra magyarázatot tud. Annak én tudom, hogy pont hát őt is bevitték a rendőrökbe, tehát nem ő volt a rossz fiú. Hát róla lehet még tudni azt, hogy írtó nagy karriert futott be, mint író-költő. Édesapja is hát íróként ismert, ezért is vette föl plusz névnek a Sziámit a nevéhez. Ő szervezi például a Sziget Fesztiválokat, ami hát önmagában nézve nem egy egyszerű feladat lehet, de hát nem pusztán csak lázadó,
hanem tud rendszerekbe logikusan is gondolkodni, nem minden ellenlázat. Utóbbi időben, amit hallottam róla rádióból, hogy az a vírusos időszak, a művészet gyógyít írta, tehát van miből gyógyítani az embereket, és ez nem csak a Covid-ra vonatkozik, de erre az időre kitalált magának egy ilyen napital című programot, projektet, amelyben több zenésztársával, alkotótársával együtt tulajdonképpen minden nap létrehoznak egy-egy művet. Na most Edo képei pont ezekhez kapcsolódnak. Ezekből lehet megtalálni interneten is egy-kettőt, de többségében ez még készül. Már egy évnyi talán le is telt belőle, már van is belőle egy válogatás. 70 éves volt nemrég Müller Péter, és 70 darabot válogattak össze neki a barátai egy lemezre, CD-re erről. Ebből. 366-ból. A szürrealizmussal kezdtem. Tulajdonképpen nagyon érdekes maga a szürrealizmus, illetve hatása az embereknek. Jelentésében benne van az is, hogy realizmus realizmuson túl. Egyik ilyen művészettörténész kollégánk mondta, hogy az élet tulajdonképpen az maga a szürrealizmus. Az élet produkálja a legszürrealistább dolgokat. Így aztán a Müller Péternek a szövegei, amelyek tulajdonképpen egészen hétköznapi dolgokról szólnak, mégis szürreálisnak tűnnek. Így összekapcsolódik a három dolog ebben a kiállításban. Edo képein a nagy ismert szürrealisták motívumait ugyanúgy megtalálhatjuk, mint a saját motívumait. Az ember tudatalattiát Freud és Jung annak idején kutatta, és a szürrealisták pont ezt a vonalat lovagolták meg, felszabadítani a tudatalattit és abból előhozni a dolgokat. Edo képein is megtaláljuk ezeket a tudatalatti dolgokat, méghozzá egyfajta olyan közös tudatalattit, egy kollektív tudatalattinak a szimbólumait, megjelenését, amely nem véletlen találkozik más alkotó emberek munkáival. Szinte mindegyik képhez tudnék keresni a művészet történetből, hogy is mondjam, hasonlókat vagy hasonló problémákat feltárni. De elsősorban három alkotót emeltem ki, akik tényleg erőteljesen kötődnek ehhez a világhoz. A szürrealizmusnak a úgynevezett mágikus realista irányát követte René Magritte, belga festő. Nagyon sok képében megtaláljuk ezt a fajta furcsa létező, de mégis szürreális világot. Talán a legismertebb, vagy a művészek nagyon sokat fordulnak ehhez a képéhez, főleg a konceptuális, tehát egyfajta jelentéssel bíró, nem csak pusztán látványként megjelenő művészi világban, ahhoz a képéhez, ahol megfest egy pipának a képét, és aláírja, hogy ez nem. Na most ezzel tulajdonképpen egy kicsit, hogy is mondjam, fel is fordította a körülötte levő világot ezzel. Mi az, hogy nem pipát, ott látjuk rajta. Hát nem pipa, mert megtömni meg nem lehet, mert csak képe a pipának. Nagyjából valahogy így kell elképzelnünk nekünk ezt a világot. A mezőkről festett képe hasonlít abban, hogy a valóság, amikor apró részletekre tölt. Ezt számos művésznél megtaláljuk, így Edónál is találunk ilyen képet, ahol pont az ön arcképe tölt össze.
De fordulhatunk máshova is, szimbolizmus és hát adi világához, a minden egész összetört hát soraihoz, ahol szintén megtalálhatunk ezek. Magam is készítettem több ilyen összetört tükör alkotást, tehát ilyen szempontból megint találkozhatunk ilyen. Másik művész, akit kiemelnék, és számomra kötődik az Edo képeihez, ő nem igazán szürrealista, inkább szimbolistaként ismert, de a magyar szürrealizmus előfutárának tartják Gulácsi Lajos. Annak a képeit egyfajta álomvilágot vetít kifelé, amely tulajdonképpen egy picit benne van itt Edo képeiben is. Ott van például az extázis, a jelenés, az ópium szívó álma és a Nakonxipánban havazik képek, ahol teljesen hát egy ilyen szürreális világba kerül bele az ember, amelyekre itt Edo képeiben szintén ugyanúgy ráismerhetünk. Harmadikként tulajdonképpen mindenki által ismert szürrealistát Dalit említeném, az ő játékossága vagy, hogy is mondjam, vidámsága, humorossága szintén benne van ezekben a képekben. Még ha egy kicsit másképpen is jelentkezik, Dalinak hát ismert egy rinocéroszt ábrázoló szobra, nekem Edo képei közül, ahol a koratkát felnagyítja, hát pont ez a rinocérosz jut eszembe róla. Nagyon sok képével egy színes világot teremt, ez mellett megjelenik egy fajta hát üres hátterű világ is, például az ágyban töltött Müller Péter szöveghez kapcsolódóan jelenik meg szintén egy önarckép, ahol egy teljesen szürke falat látunk mögötte. Tulajdonképpen ez is ott van napjainkban, ez a fajta hát furcsa feltöltődésre vágyó dolog. Szintén Müller Péter mondja arról, hogy a kultúra nem más, mint egyfajta hát, gyógyító eszköz. A művészet maga gyógyítja magát a természetet, a természeten esett sebeket. Így aztán hát főleg ebben a mai világban, amikor már minden hát rendezvény, illetve megmozdulás létrejöttéhez hozzáteszik azt a mondatot, hogyha a járványhelyzet megengedi, örülhetünk annak, hogy végre itt tudunk lenni élőben egy igazi kiállításon. Ajánlom figyelmünkbe Sipos Edit munkáit, érdemes vele töltekezni. Még egy dologra megkértek, hogy ehhez nem csak a képzőművészet, miután megtekintették a képeket, lent kiváló zenészek várnak bennünket egy műsorral, ami tulajdonképpen azért is lent van, mert hogy itt kicsit szűk a hely, és hát lent ott kényelmesen leülve meg lehet hallgatni. Egyébként egész jó zenét játszanak, nem is tudom, egy pár hete hallottam őket a Nómiak tudében. Mert őket is bátran ajánlom. Én is aprósággal készítettem. Köszönöm. Now
No song.